Sziasztok! A mai videóban ismét az evés pszichológiájáról lesz szó. Vágjunk is bele! Mi az, ami nagy valószínűséggel sokunkban közös? Mármint amellett, hogy arra vágyunk, hogy szeressenek és elfogadjanak minket. Valószínűleg az, hogy szeretnénk kontrollálni, hogy mennyit mutasson a mérleg, amit mégis igen nehezen tudunk kivitelezni, ha egyáltalán tudjuk. Ebben a részben arról fogunk beszélni, hogy mi is okozhatja ezeket a bukkanókat, és milyen technikák alkalmazásával lehet az ideálisabb testsúly irányába navigálni. Bármennyire is csábító lenne annyival elintézni a kérdést, hogy biztosan az a baj, hogy nincs elég akaraterőnk a fogyáshoz, az akaraterőnek valami kevés köze van a kilóktól való megszabaduláshoz. Kezdjük azzal, hogy 40-50 éve még nem volt ilyen könnyen és nagy mennyiségben elérhető az energiadús élelmiszer. Ráadásul a természetben igen ritkán fordul elő egyszerre a zsír és a cukor, ami a mai feldolgozott élelmiszerekben gusztusos csomagokban van kínálva. Következő lépésként pedig ismerjük meg az érkezési szokások célkonfliktus modelljét, ismerkedjünk meg ezzel a modellel, ami egyébként bonyolultabb, mint ami valójában. is bonyolultabbnak hangzik. A modellnek az az első felvetése, hogy két fő célunk van az étkezés vonatkozásában. Az első, hogy szeretnénk szabályozni a súlyunkat, még a másik, hogy szeretnénk élvezni az evést. A legtöbb esetben ez a kettő konfliktusban áll egymással, és mint minden valamire való történetben, csak az egyik győzhet. Vagyis röviden. Emiatt a konfliktus miatt nem tudunk fogyni. Ráadásul külön nehezítés, hogy egy gusztusos étel látványa aktiválja az étel élvezetének célját, ami aztán ledominálja a diétás célunkat. Továbbá átveszi az irányítást a figyelmünk felett is. Ennek következtében nagyobb valószínűséggel vesszük észre és tesszük be a kosárba a kakaós csigát és a mákos burkiflit, miközben csak kenyeret akartunk venni a pékáros pultnál. De azért most csalódottságunkban nem ajszoljunk el egy csöröge fánkot Ugyanis, ha célként megfogalmaztuk a fogyást, akkor a diétázáshoz köthető jelzések tudják aktiválni a testúj szabályozásához köthető célunkat, ami aztán átveti az irányító szerepet. Vagyis figyelmeztethetjük magunkat, hogy a kakaós csika helyett egy táplálóbb és kevésbé energiadús terméket válasszunk. Sőt, lehet, hogy egy idő után észesen vesszük a kihelyezett akciós kalóriabombákat. Utóbbi viszont csak akkor működik, ha tényleg célként tűztük ki a testsúlykontrollt. kontrollt. Erre jó példa az a kutatás, ahol egy étteremben külön jelölték azokat az ételeket, amelyek egészségesek voltak és kevesebb kalóriát tartalmaztak. Míg a kontroll ételek mellé mondjuk azt írták, hogy speciális ajánlat. Három csoportot vizsgáltak, akik nem diétáztak, a krónikus diétázókat, és éppen akik diétáznak. Utóbbi kettő csoportban lévő emberek nagyobb valószínűséggel választották az alacsonyabb kalóriatartalmú ételeket, mint azok, akik nem diétáztak. Vagyis csak akkor tudnak a környezeti jelzések segíteni a fogyásban, ha valóban célunk a testúj szabályozása. Jól hangzik, ugye? De hogy lehet ezt kivitelezni, amikor gusztusosabbnál gusztusosabb ételfotók és illatok vesznek minket körül, Bárhova is megyünk. Kutatók kidolgoztak egy módszert, hogy mindezt miként tudjuk megvalósítani. Azt javasolták, hogy tervezzük meg, hogy mikor, hol és hogyan szeretnénk az adott célunkat elérni, méghozzá a következő módon. Amikor az adott szituációban vagyok, akkor így fogok viselkedni. Például, amikor a munkahelyi kanténban vagyok, akkor az egészséges menüt fogom választani vagy amikor a boltban vagyok a pékárónál, csak kenyeret fogok venni. Ezeknél a megfogalmazásoknál figyeljünk arra, hogy csak pozitív állításokat használjunk, mert azokat sokkal könnyebben érti az agyunk. Tehát ahelyett, hogy mondjuk, amikor a családi ebédnél kínálnak, akkor nem fogadom el a desszertet, nem, hogy a repetát. Inkább ezt így mondjuk, hogy amikor a családi ebédnél kínálnak, akkor a főétel után már csak kávét, vagy teát, vagy vizet fogyasztok. Milyen módszerekkel lehet még ellenállni a csábításnak? A következőkben bemutatok pár praktikát, amit szintén kutatók javasoltak. A hivatkozott kutatásban még több technikát találtok, amelyekből én most csak párat emeltem ki. Kezdjük azzal, hogy sokkal egyszerűbb a megelőzés, mint amikor már az éles szituációban kell helytállnunk. Mondjuk a Mirelit pizzák előtt. De miért van ez így? Amikor hullafáradtak, leterheltek, kimerültek vagyunk, akkor sokkal nehezebb racionális döntéseket hozni, mert a mentális raktáraink fogyóban vannak. Úgy tudnám szemléltetni, hogy mikor a mobilunk már csak 10%-on van, akkor nem tudunk már hosszabban telefonálni, vagy lehet, hogy egyáltalán nem. Vagy mondjuk végighallgatni egy podcast beszélgetést, mert az eszköz nem bírja már szuflával. Pontosan ezért sem annyira hatékony az akaraterő egyébként, mert ahhoz szinte teljes töltöttségű mentális kapacitás szükséges. Na de nézzük is meg, hogy milyen módszereket javasolnak. Első, a szituáció megváltoztatása. Például az étterembe megkérjük a pincért, hogy vigye el az étlapot, és ne is hozza vissza, mert nem kérünk desszertet. Vagy. A családi ebédnél mindenki elteszi a telefonját az asztalról, és együtt nyugodtan elfogyasztjuk a vacsorát. Vagy az asztalhoz ülünk a kanapé helyett, és kikapcsoljuk a tévét. Ebben az esetben, ahogy az előzőben is, Kiiktatjuk a zavaró tényezőket, amelyek elvonnák a figyelmünket az evésről. Így jobban tudunk arra figyelni, hogy mikor lakunk jól. Ennek a kistestvére a laptop előtt elfogyasztott ebéd is. Csukjuk le addig, és figyeljünk az étkezésre. Végül pedig mondjuk a boltban igyekezzünk elkerülni a számunkra kritikus pontokat, mondjuk a mirelitárukat. Második. A kognitív változtatás, vagyis amikor a gondolkodásunkon és mondjuk a hozzáállásunkon módosítunk. Például, amikor arra koncentrálunk, hogy milyen negatív hatásai lehetnek az elfogyasztott ételnek. Például azt mondjuk magunknak, hogy nem esszük meg ezt a tábla csokoládét, mert rontja a fogainkat. A fogorvos pedig méregdrága. A másik példa, amikor a pozitív eredményeket helyezzük az előtérbe. Például elképzeljük, hogy milyen peckesen és magabiztosan fogunk vonulni a strandon, ha tovább folytatjuk az egészséges rutinunkat. Rendszeresen monitorozhatjuk is az eredményeinket. Nem, itt nem arra gondolok, hogy álljunk rá minden nap a mérlegre, és a két hét után többet mutat, akkor vigasztaljuk meg magunkat fél kiló extra sajtos mini pogácsával. A monitorozás alatt azt értem, hogy akár vezethetünk étkezési naplót, ahol minden nap feltüntetjük, hogy milyen egészséges ételeket fogyasztottunk. Így emlékeztethetjük magunkat arra, hogy mennyire sok időt, energiát és pénzt fektettünk a helyes táplálkozásba végül pedig szintén segíthet, ha megtervezzük az étkezéseinket. Kezdhetjük mondjuk csak a reggelivel. Így elkerülhetjük, hogy a munkában menet farka éhesen kell kínunkban választani a látványpékség tápanyagban szegény, kalóriában viszont gazdag kínálatából. Harmadik pedig a figyelem módosítása. Vagyis alkalmazzuk a figyelemelterelést. Ha a gyerekeknél beválik, Higgyük el, hogy nálunk is befog. Például, ha mindenképpen el kell haladnunk a Mirelit pult mellett, ahol a pizzák csalogatóan hívogatnak minket, akkor arra az időre mondjuk vonjuk el a figyelmünket. Például kezdjük el nyomkodni a telefonunkat, kapcsoljunk zenét, vagy kezdjünk el dúdolni, stb. Az imént felsorolt ötleteket érdemes kipróbálni személyre szabni, kombinálni, vagy akár az említett tanulmányban újakat keresni. Természetesen nem fog mindenkinek működni az összes módszer, és ez normális. Ráadásul nem attól lesz kockahassunk, hogy a telefont nyomkodjuk az édeséges polcnál. De sok kis apró lépés és változtatás hozzá tud segíteni ahhoz, hogy javítsunk az étkezési szokásainkon. Tudom, hogy ez a folyamat erőfeszítést kíván tőlünk, és ahogy a világban is a legnagyobb hiány az energiából van, ugye a mi életünkben sincs elég. De a sok kicsi módosítás sokra megy. Hiszen a vacsorát sem egy szúszra fogyasztjuk el, hanem falatról falatra. Ha tetszett a videó vagy a hanganyag, akkor mindenképpen like old, iratkozz fel a csatornámra, és küld el egy barátodnak, hát ha neki is érdekes lehet ez a téma. Hamarosan jelentkezem az étkezés harmadik részével. Addig is, sziasztok!